Majál is. Jaj, ma nem dolgozom. Teljesen kipurcaltam, csak arra vágyok, hogy sört igyak. És lehetőleg minél több lehetőséget kihasználjak arra, hogy nőstényeket csábítsak el. Ez a dolgom ma, úgy érzem. Hiszen ma a munka ünnepe van. De akkor miért is nem dolgozom, ha a munka ünnepe van? Neked mi a véleményed erről, te kis tica? Teljesen zavarba hozol. Miért nyávogsz te itt nekem? Na most hülyére veszel, vagy mi a sarban? Csak vicceltem, azt mondtad, hogy te kis cica, és teljesen elaléltem tőle, nekem nem mondtak még soha ilyen szépet, mindig azt mondták, hogy te büdös tengeri emlős, meg úgyis ki foglak érteni, te rohadék. Én sose lennék képes ilyenre. Nem úgyis most nem a te közegedben vagyunk, hanem az oxigéndús, levegőn, majál is van, egy mezőn vagyunk, és hát itt ugye most lazulunk. Erről jut eszembe majál is, és virsli. Tudod, hogy ez milyen finom a virsli? Még sose ettem, én csak kisebb halakkal táplálkozom. Virsli, az mi az Isten? A virsli kérlek szépen, tudod mi? Az egy rózsaszín hosszúkás húsdarab. Bizony. Majd meg fogom neked mutatni lassan, hogy mi is az. Előtte megiszok még pár sört, ha lehet. Bár úgy láttam, hogy most kicsit odébb jöttünk a társaságtól. Most elég kis intim környezetben vagyunk. Mit csinálsz? Nyussz a nyálazol? Nem akartam, bocsánat. Csak udvarolok neked. Ja, az más. Egyszer udvaroltak már nekem, de akkor azt mondták csak, hogy... Na most te hülyeskedsz velem, vagy mi a szar van? Ez delfin nyelven volt, ez azt jelenti, hogy szét akarom baszni a pinád, te kis kurva, és amúgy is mi a fasznak élsz tovább, hogyha egy rohadt delfin vagy. De ezt azért nem értem, hogy miért mondták eddig nekem, mert ők is delfinek, akik eddig meg akartak kurni, és meg is kapták a kis testemet, és még mindig nem pusztultunk ki, de miért akarnák a delfinek, hogy ilyen kipusztuljunk? Hát szerintem azért akarják, mert mi is akarjuk emberek. De nekem van egy tervem. Azt terveztem el... De mit? Szóval azt terveztem el, hogy mit majáléskor csinálnánk egy jó kis partit. Például közös utódokat nemzünk, félig delfin, félig ember utódokat, és ezzel megtisztítanánk a világot a nyomorult fajtától, kicsit nemesítenénk rajta. Mit szólsz hozzá? Meggondolandó, nagyon meggondolandó. Igazából a legfontosabb, amit szeretnék mondani, hogy a közeledésedet egyáltalán nem veszem rossz néven, mert igazából eddig a halat nem én vadásztam a tengerben, hanem eladtam a testemet különböző nagyobb delfineknek. És a delfineknek mekkora a pérójuk? Neked nincs akkora, te kis huncut, nem tudsz a kedvemben járni. Honnan veszed te azt a cafat, mi? Honnan veszed? Megmutassam nekem, mekkora van? Na mutasd! Hogy tekergőzik, mi? Tud ez mindent? Gyere, elvesztem a fejemet már megint elvesztem a fejem. Jaj! Pedig csak megmutattam neki.